Sziasztok! Ahogy kollégáim említették, hétfőre megérkezik a hidegfront, a menetrend nagyon hasonló lesz az egy héttel ezelőttihez. Szélerősödés, felhősödés, illetve csapadék. Érdemi azonban csak a délnyugati ország részben fog hullani. A hőmérséklet is kissé vissza fog esni, majd a hét közepétől bő 10 fokkal. Nézzük is meg, hogy hogyan is érkezik a front. Elsőként az északi megyékben számíthatunk felhősödésre, illetve szorványosan záporra. Majd a nap további részében mindenütt fokozatosan meg fog növekedni a felhőzet, és már délnyugaton délen is el fog eredni az eső. Itt inkább ez a klasszikus eső várható, míg északkeleten záporos jellegű csapadék. Az előttünk álló éjszaka tehát 3 és 8 fok közé hűl le általában a levegő, ennél hűvösebb a Dráva mentén, illetve az északi középhegység völgyeiben lehet. Hajnal tehát a szél is megélénkül, néhol meg is erősödik majd. Napközben azonban, amint mondtam, folytatódik a felhősödés, tehát egyre borongósabb lesz az idő, először nyugaton, majd egyre inkább keleten. Ez a hőmérsékletben is meglátszik, ugyanis a Dunántúlon inkább 12-14 fok várható, és ahogy kelet felé haladunk, 1-1 fokkal nő majd a hőmérséklet, délkeleten lesz a legenyhébb az idő, itt 16-18 fokig is felmelegedhet a levegő. Ha a csapadék valószínűségi eloszlását nézzük, akkor nincs nagy meglepetés, délnyugaton várhat nagyobbak a százalékok, tehát itt várható érdemi csapadék. Ugyanúgy a csapadék mennyiségét is szépen kirajzolja ez a térkép, tehát a határszélen 10 mm körül, majd ahogy beljebb haladunk, fokozatosan csökken a csapadék mennyisége, illetve az északkeleti vidékeken a záporos jellegű csapadékot is jól szemlélteti, sőt, ott egy-egy zivatar is kialakulhat. A másik fontos légköri paraméter a szél lesz. Ez nagy területen meg fog erősödni, a Bakonyban, illetve a Budai hegységben néhol viharosra is fokozódik majd. Kedden azonban szakadozottabbá válik a felhőzet, és tovább folytatódik a lehűlés. Ezt követően szerdán tetőzik majd a hideg, tehát jóformán mindenhol 10 fok körül, illetve néhol ez alatt is alakul majd a hőmérséklet, és amint látjátok, a hajnali fagyok is visszatérnek, amelyek csütörtökön már érezhetőbben is megjelennek majd a prognózisainkban, illetve a saját bőrünkön is jobban tapasztalhatjuk. Ezután azonban fokozatos melegedés kezdődik, és ismét enyhébb idő várható. Köszönöm a figyelmet, és azt is, hogy minket választottatok. Legyen további szép napotok. Sziasztok!